Szeretettel köszöntök mindenkit a Kjolcse utolsó darma beszédén, és gratulálni szeretnék mindenkinek, aki hosszabb, rövidebb ideig ezt az elvonulást csinálta. Három hónapos résztvevőknek különös szeretettel és tisztelettel gratulálok, mert aki egy picit is csak belekóstolt ebbe a gyakorlatba, az tudja, hogy ez egy felnőtt műfaj itt elég komoly szembenézések vannak magunkkal, a másikkal, a világgal, de előbb-utóbb belátjuk, hogy ugyanaz a tükör mutat mindent. Az a kérdésem, hogy lenne -e kérdésetek bármilyen? Én az agresszióról szeretnék kérdezni, hogy micsoda valójában, és mit tudunk vele tenni, hogyha ha magunkban észreveszünk, és mit tudunk vele tenni, hogyha másokból felénk irányul. A, a dű, a harag és az agresszió uh, ugye nagyon sokféleképpen megnyilvánulhat, és hogyha az a szerencsénk, hogy egy templomi környezetben vagy egy olyan helyzetben vesszük észre, ahol befelé fordíthatjuk ezt az energiát, akkor rákérdezhetsz, hogy mi ez, honnan jön. Hát menjünk a felszínnél mélyebbre, és lásd meg a jelenség gyökerét. Ez azért fontos, mert szinte minden ilyen valahol félelmet tartalmaz. Nem az lesz, ahogy én akarom. Nem úgy fog történni, ahogy én szeretném. És akkor ebből a félelemből lesz valami, ami sok-sok átmeneten keresztül agresszióvá, összeférhetetlenségi intoleranciává, passzív vagy agresszív dűkifejezésé ugye lefordítódik. Tehát az agresszió maga az egy termék. Mi termeli? Honnan jön? Ez az igazi kérdés, és ezt a meditációban megláthatod. Ezt nagyon-nagyon kevesen teszik. Általában rávetítik a másikra, hogy mert te, mert te durva voltál velem. És ezért ugye felrobbantjuk az atombombát. Úgyhogy amikor ezt a fajta dűtípusú reakciót vesszük észre, akkor azon nyomban fordíts befelé az energiát, a tudatot, és nézd meg, hogy ez honnan jön. És valahol ott rezeg valami a legmélyén, amit a félelem motivál. És ez a félelem, ez mindig egyensúlyzavart mutat. A szenvedésnek négy nagy és négy kicsi fajtája van. A négy naggyal tudunk persze mit kezdeni, de születésünk után ezt nem nagyon tudjuk megváltoztatni. Tehát születés, öregség, betegség, halál. Ez a négy nagy. Aztán van a két kicsi, aztán a másik két kicsi. Nem megkapni, amit szeretnél. Megkapni, amit nem szeretnél. Olyan társaságban lenni, amit nem kívánsz, és nem lenni olyan társaságban, amit kívánsz. Ez a másik kétszer kettő. Tehát ezekkel a szenvedéstípusokkal sokkal gyakrabban nézünk szembe az itt töltött inkarnációnk során. És belül, hogyha kiegészülsz, ha nem félelemedben vagy, hanem igazi természeted teljes tapasztalatában, akkor eltűnik a félelem. És ezért eltűnik a mohóságkapzsiság egyik típus reakció és eltűnik az agresszió, harag és a többi. Amikor az ember kimozdul, akkor kétféle reakciótípus van. Az egyik, hogy vágyjal akarja befoldozni a lyukat, a másik, hogy dűvel akarja kiirtani azt, ami ott felesleges. És mind a kettő ciklust és karmát hoz létre. Tehát, ha ezt nem veszük észre, akkor egyszer csak kicsúszott valami a szádon, elszállt a kezed, hirtelen Hirtelen, ja, nem vitatkoztunk, én rögtön pofán vágtam. Tehát egy ilyen kezdetű jelenet következik. És ezt az ember a, a hormontolulás tüzében és füstjében nem látja először. Aztán rájön, és akkor reflektál, hogy Úristen, ezt, ezt tényleg nem kéne. Utána, ha tesz valamit, akkor valamilyen kurzus, meditáció, tudatművelés, dühmenedzsment, most már ilyen is van, ugye? Azzal valamit kezd, és talán átfordul ez az egész egy önzetlen, tiszta állapotba, ahol már tud úgy keményen viselkedni, hogy szeretet van mögötte, és nem ez a remegő kiírthatnék. Úgyhogy az első, az a ragaszkodás állapota, nagyon hasonló az enkörön a nulla fokhoz, amikor a dű Ugye a saját karmád a markában tart. Te teremtetted, nem látod, és a markában tart. A második állapot a 90 fok, amikor ráláttál, tudatosodik, még akár a mechanizmust is meg tudod magyarázni, de ez még, még mindig csak 90 fok. Aztán elkezdesz befelé nézni és megtalálni a gyökerét, és amikor minden akadály elhárul, megszűnik minden félelem. Ez a 180 fok, és akkor akkor nincs. Akkor visszaértél ide. És utána elkezded transformálni. Amikor már megvan a lényeg, megvan a kiegészülés tapasztalata, akkor vagy képes ezeket a karmákat transformálni egyik állapotból a másikba. Tehát például a dűből elképesztő energiát tudsz kivonni. És hogyha ezt megteszed, akkor az átmehet határozottságba, akaraterőbe, segítőkészségbe, nagyon sok mindenbe de a 180 fok nélkül nem megy. Tehát ezt nem tudod a húsdarálón ledarálni és beletölteni valami bélbe, hogy jobban nézzen ki, mert szeletben rosszabb volt, ugye? Tehát amikor a 270 fokot elérted, akkor nem csak a dűt, más, bármilyen típusú karmát is át tudsz alakítani bármivé. És utána lehet felhasználni az ebből keletkező energiát nem magadért, hanem másokért. Bármilyen házi feladata van az embernek ezen a Földön, az biztos, hogy van egy vágytípusú oldala, és van egy dűtípusú oldala. És ha megnézed, akkor a dualitások működése az erre a két alapminőségre vezethető vissza. Találkoznak, és vagy egy megsokszorozódó, megszaporodó találkozás, vágy, vagy pedig egy egymást kioltó és egymást megsemmisítő találkozás, dű. És ez nem a találkozó felek miben lététől, hanem a gondolkodásmódjától, identitástudatától és egyebétől függ. Erre az európai történelem nagyon jó példa. Csak nézd meg az elmúlt száz évet, hogy mit csináltunk egymással, hogy hányszor fogtunk kezet, hányszor akasztottunk tengelyt és ütöttük egymást, hányszor írtottuk ki a fél kontinenst, mindezt azért, mert az identitásunk tudata, a másik identitásának a tudata, és azoknak a találkozása az változott. És ezen változások mentén pusztult el több mint 100 millió ember a kontinensen az elmúlt száz évben. Ennyire durva tud lenni. Oké? Okay? Ezzel kell vigyázni. Egyéb kérdés? Nagyon érdekes mert ennek a kérdésnek tulajdonképpen a reciproka jelent meg bennem körülbelül két nappal ezelőtt a, a reciprokot nem elemezném, mert a matematikából már annyira nem vagyok jó de pontosan az jelent meg hogy vajon például az imént amikor mikor szerelted össze a kamerát szinte fájt hogy visszatartsam a Space oddity néhány sorát, hogy Grand Control to Major Tom. Mert ilyen kilövő akár. És akkor... Nevezd csak fúrótoronynak, mert ne. már van becenem. Take your protein pills and put your helmet on. <gül> <gül> és tényleg annyira, annyira el akartam énekelni ezt a dolgot, de, de, szív, de nem énekeltem. De már. miért ne? Na és ennek kapcsán, hogy az agresszió azt mondott, hogy egy termék. És azt vettem észre, hogy lehet, hogy például az ilyen humoros beszólás, ami úgy érzem, hogy nagyon találó, nagyon jól esne, az talán az agressziónak egy terméke. Egy fajtája ez lehet. Ez, Nézd meg a humoristák viselkedését, hogy, hogy ugye mit csinálnak a közönséggel, és mit csinálnak a tárgyal, amiről, vagy az alany, akiről beszélnek. Tehát na, tudják simogatni, és tudják ütni és a színpadon nagyon ritkán csak úgy simogatnak, olyan tréfásan és nem halálosan, de ütnek. És a humor ezért is fájdalomból eled el 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 nagyon sokszor. Igen, félig meg is válaszoltad egyébként. És hogyha ez az agresszió, tehát valami helyett vagyok mondjuk humoros, ami agresszió, akkor mondjuk a 180 fok nélkül ez mennyire érdemes ezt visszafejtegetni. Vagy bármit is kezdeni vele, mert az tény, hogy azzal együtt, hogy van egy agressziónak talán egy kompenzált változata, attól még a félelem megmarad, például, ami, amit mondjuk szépen el lehet palástolni, mondjuk hülyeséggel. Nagyon szórakoztató a kérdésed, tehát ez már örömmel hallom. Semmiféle agresszió nincs benne de visszafejteni nem érdemes semmit. Tehát látni kell. A zen arra tanít, hogy ne gondolattal, struktúrával, bonyolult szerszámokkal próbáld meg megoldani, hanem egy tiszta tudatta. Tehát amikor azt tanítjuk, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, akkor így a látást, a benső látást tanítjuk. És ez az, ami a szabadulás alapja önmagában, ez a látás még nem megszabadulás. Ha ezt helyesen használod, akkor lesz az. Vannak, akik látják a karmájukat kristálytisztán. Nincs ez az, az optika, amely olyan kristálytisztán mutatná, és mégis követik. És mégis ott borulnak be az árokba, a vonta hetente, naponta. Úgyhogy nem érdemes visszafejteni, és az ellenőrző egységet azt nyugodtan ki lehet kapcsolni, azért a proteintabletták azoknél kellenek de a 180 fok tapasztalata nélkül nem tudod a karmát elvenni, az visszaugrik. Tehát vannak, akik olyan elképesztő, intellektuális, érzelmi, kinetikus és egyéb intelligenciával rendelkeznek, hogy a 180 fok a nem forma, nem név, nem keletkező, nem múló tapasztalata nélkül erőből, izomból, át tudják alakítani egyik állapotból a másikba. Tehát egyfajta, mint amikor a lágy tojást így lefejezed, átmegy, de vissza is ugrik. Nincs meg az egyensúly. Nincs meg a nulla pont. Nincs meg a nem mozduló tudat. És akkor újra kilendül, és akkor mint az inga. És szépen megy, hogy egyszer jól van, egyszer rosszul van. Egyszer fantasztikus, egyszer borzalmas, ismerős, mániákus depresszió, stb. stb. Tehát ez egy, ez egy ilyen tünet azért, mert szellemileg nem futotta ki magát, mert nem ment elég mélyre. Mert azt hitte egy pillanatban, mert megengedte neki valaki, vagy valaki, hogy elértem, ez így oké, okay, rendben van. Most már aztán én. Ami azt teljes katasztrófa, mert ekkor az önértékelés keresztbe áll a spirituális úton, mint a nagy kamion a kis autópályán, és ez nem jó. Ha szabad, ehhez még tennék egy kérdést, ha szabad. Mert ez a libikóka, amit mondtál, ez ugye a művészvilágra elég jellemző úgy általában. Na. És éppen egy másik kérdés, ami eszembe jut, ha már kapcsolódik, akkor nem adom tovább a mikrofont egyelőre, és megkérdezném, hogy Beszélnél erről az analógiáról? Nekem is feltettek nem régen egy kérdést, hogy hogy van ez, hogy én zengyakorlok, és közben megugrálok a színpadon, bár már nem annyira. És mondtam, hogy ez tulajdonképpen szerintem ugyanaz, de igazából habogtam egy picit, amikor, amikor választ kellett adnom, mert, mert Annyira az analógiát nem tudtam érzékeltetni azzal az emberrel, aki ezt tőlem kérdezte. Na de miért ne ugrálnál úgy, mint korábban ezt nem értem? Hát valahol lelassultál vagy. Az egy másik dolog, hogy meg miért másképp még mindig. Így. Ugye nem a zen miatt nem ugrálsz, mert azért lehet. Csak ugrálj. Szóval a kitérő nélkül a, a, a jelenlét, a meditációban jelenlét a, a színpadon, és jelenlét a hétköznapi életben. Ezeknek az analógiájáról, átmenthetőségéről, szeméről, személyre való áttestálásáról, esetleg tudattól-tudatig, mert a színpadról is tulajdonképpen, ha tudattól-tudatig születik valami átadás, szerintem az az igazi, és ezt mindenki érzi, ha megtörténik és ezeknek az átjárhatóságáról és féregjáratairól, hogyha az elkövetkezendő néhány percben mondanál valamit, annak örülni. De érzed, hogy a kérdésben benne volt minden, amit hallanunk kellett? Hagyd, hogy összerakják! Az a jelenlét, amely most megkérdezi tőlem ezt a gyönyörű kérdést, illetve aki a színpadon kisebb vagy nagyobb kinetikus intelligenciát tanúsít. Valaki, aki a hétköznapi életben például töltött húst eszik, burgonyát vásárol és elmosogatja az edényt étkezés után. Ezek a jelenlétek azonosak vagy különböznek? Gyönyörű. Akkor csak így tovább és pillanatról pillanatra csak meditálj, csak ugrándozz és énekelj, és csak írd a teletextet, mert dolgozni is kell. Az előző kifejtéshez kapcsán azt szeretném megkérdezni, illetve megismételni, amit mondtál, hogy mit jelent, hogy önértékelés az úton keresztbe fordult kamion, tehát ezt mondtad. Mi ennek a jelentése? Úgy, ha mondanál erről valamit. Nézd, itt a zen gyakorlat keretein belül megpróbáljuk azt a fajta pányvát, azt a fajta jármat, amivel az ember magát lebékjózza, leláncolja, valahol kioldani. És ez nagyjából az öndefiníció, hogy én ez vagyok, én csak ez lehetek, én az nem lehetek, én olyan nem leszek. És ez a fajta öndefiníció ad egy én képet. És ezzel az én képpel, azaz egoitással azonosítjuk magunkat. És ez nagyon szomorú. Mert eredetileg mi nem ez vagyunk, nem ezek a képek, határértékek, pányvák és keretek vagyunk. Ez egy súlyos tévedés, és ebből a tévedésből következik az összes többi tévedés. Úgyhogy, amikor azt mondjuk, hogy ne ellenőriz, angolul don't check, vagy ne kapaszkodj valamibe, don't hold, ne ragaszkodj semmihez, don't attach, ne akarj valami különlegeset, don't want. Okay. Ne projektálj, ne hoz létre újabb dualitásokat, don't make anything. Akkor pont ezeket a kereteket vesszük ki, és ezeket a pányvákat, egyébként kapaszkodókat, öndefiníciókat, önképeket, és ezeket engedjük meg először relativizálódni, utána eloszlani. És talán ezért sem lesz ez egy tömegmozgalom. Ez fáj hát te azonosultál azzal, hogy te milyen jó vagy, vagy kicsit fűröttél abban, hogy te milyen rossz vagy. És az mind úgy, ahogy van. Relatív, tökéletlen, feltételhez kötött, múlandó. És nem te vagy. Ez óriási önképvesztés. És amikor visszatérsz a nem tudható tapasztalatába, amit tényleg nem név, nem forma, nem analizálható, nem definiálható, de tapasztalható, az valami teljesen más, mint amit eddig érzékeltél. Viszont kilépsz a templomból, és ugyanúgy tudni kell a határokat, úgyhogy a korlátokat meghaladtad, de a határokat tiszteletben tartod. Tehát ezen tapasztalat alapján és segítségével tanítjuk, hogy helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és megfelelő cselekvés vagy működés. De azt, akinek hiszed magad, az itt elporlik. Elég, elhamvad, attól függ, milyen halmaz van. Egy kitűnő zenmester mondta, agyagbuthák nem jutnak át a vizen, fémbuthák nem jutnak át az olvasztó kemencén, fabuthák nem jutnak át a tüzön. Tehát ezért veszélyes bármiféle énséget legyártani, hogy én ezt elértem, én a legrosszabb, átmentem ennyi és ennyi kóanon. Akkor katasztrófa. És elkezdi lobogtatni, hogy én az én Ugye? Tragédia. És ilyenkor csak az segít, hogy egy, elkövet egy ordenári nagy hibát, ez segíthet, mert akkor ez biztos, hogy bukik ez az önkép, vagy kap egy még nehezebb feladatot, ahol elkezd merengeni azon, hogyha ő olyan tökéletes, és felébredett, és nagyon-nagyon, és legfelsőbb, akkor most ezt miért nem tudja megoldani? Tehát ezért igazi tanítók, Szungszán mester, mindig csak azt mondta, hogy törek egy, törek egy, törek egy, tízezer éven át. És ne gondold azt, hogy nagy és szabad ember vagy, ez nem igazi buddhizmus. Ahogy Dokhesszonyi idézte a templomi szabályokat, azt én is, mert nagyon gyönyörűek. Úgyhogy amikor jelentkezel, ne csak beikszed, olvasd is el. Én egy picit szárazabb kérdést szeretnék kérdezni. A... Igazából a leborulásoknak és az éneklésnek, meg a mantrának így az energetikájára, hogy milyen hatással van ránk, erre lennék kíváncsi. Jó hatással van ránk. A leborulás az nagyon-nagyon érdekes, mert az ember így kívülről megnéz, és azt mondja, hogy na, ezt nem. Tehát főleg a nyugati engem hagyjanak békén. Én egy szobor előtt nem borulok le, nem fogom a tenyeremet emelgetni, és egyébként is ez valami keleti kultúra, nekem elég, hogy elolvasom a könyvet, megértem, okos leszek, buddha leszek, kész. Tehát amikor rájössz, hogy a leborulás valójában mire jó, és ez miről szól, külsődlegesen nem egy, egy szobrot emelgetsz magad fölé, hanem a saját buddha természetedet, a saját személyiséged, vagy énképed fölé rendeled, tehát a nagy igazi Önvalód, a picike infinitezimális szubjektumodnál fontosabb lesz. És ezt a gesztus szinten is kifejezed. Ebben van egy olyan aspektus, hogy tiszteletet adsz az összes Buthának, pátriárkának, és megköszönöd a munkájukat, hogy elmúlt 2500 év alatt azért csak ide jutott a tan, és hogyha jól csináljuk, csak további, csak a következő generációt érje meg, aztán majd ők kezdenek vele valamit, amit akarnak. De ami a benső működése, az az, hogy megpörgeti ezt a mikrokozmikus energiakört a megfelelő irányba. Tehát itt lefele, itt meg föl, és ez a leborulással spontán megtörténik. Mondom ezt úgy, hogy több millió keleti gyakorló ezt nem kapta meg, mint tanítást. Ha rájött, rájött, mert az érzet az ott van. Amikor folyamatosan leborulsz, lefelé kilégzel, fölfelé belégzel. Nem gyors, nem lassú. Ez egy fantasztikus mozgás és tiszta tudat gyakorlat egyben. Óriási. És egyszer megnyugszol és feltöltötsz energiával. A legelején nem ez van, amikor az első pár száz lepördül, akkor dobod le a flakkokat magadról, és akkor hirtelen, ha túlerősnek érzed magad, vagy elkezd inogni valami, vagy ha leülsz, akkor az energia visszafordul, és megint az arcodba csap a saját tűzfolyamod. folyamod de a leborulás az olyan, hogy mi itt párszor hármat csinálunk naponta, nem kevésszer hármat, de azért mégsem többször 108 -at. de aki olyan helyzetben van fizikailag, mentálisan, hogy ezt csinálhatja, vagy csinálni kelljen, mindig megtanítjuk, javasoljuk és csinálja is az illető. Tehát nagyon komoly tisztító gyakorlat. Olyan, mintha jeget törnél. Képzeld el, több méter vastag jég, és csak egy szuper jégtörő tudja feltörni. Na, ez a leborulás. A mantra az a beszédre, és a beszéd által elérhető energiára koncentrál, még akkor is, hogyha magadban mondod. De most tételezzük fel, hogy ki is énekled. Ez olyan, mint amikor felforrósítod a vizet, és a jégdarabok megolvadnak, és egész a forráspontig hevíted, a mantrának a dolga az, hogy törölje a zajt, és megfelelő jeltartományt hozzon a tudatba. Másfelől pedig a tudat önvédelme saját ártó hatásaival szemben. Eldobtad a bumerángot, és rájössz, hogy mire visszaér, az nagyon nagyot fog ütni, és kell a pajzs. Te dobtad el, te jöttél rá, te véded ki, és utána te szeded le a levegőből, és rakod a helyére. Így tudod a mantra segítségével, amely tényleg úgy működik, mint egy tűzfal, Átlátsz rajta, de a hatások nem érnek el. Mindent érzékelsz, de nem azonosulsz semmivel. Úgyhogy a mantra nagyon fontos, de nem helyettesíti a leborulást. Mint ahogy az ülés, amely tényleg főleg csak a tudattal dolgozik, hiszen a fizikum nem mozdul, és a beszéd sem mozdul, az pedig olyan, mint amikor a forró vízből felszálló gőzöket, párát a szél elfújja. De hogyha megnézed a nyugati közelítés tipikus változatait, amiket itt több évtizede próbálunk gyakorolni, akkor észrevehető, hogy az emberek hát a jéghegyet szeretnék ilyen kis gyöngét szellővel elfújni. Magyarul rögtön leülnek, és akkor a butha is azt csinálta, meg ott vannak a szobrok, meg ugye megtanítjuk a meditációs technikát, és mivel nem volt elég leborulás, nem volt elég mantra éneklés, ezért az ülésen a karma vastagja megcsapja. És akkor egészen durva dolgok tudnak történni, és akkor tanító legyen a talpán, és szanga legyen a talpán, aki az illetőt meg tudja kicsit nyugtatni, hogy nyugi, esete vagy. Az se te voltál, aki ide de most esse. Úgyhogy ne azonosuljál ezzel, szépen engedd el, szépen üljél, mantrázzál, boruljál tovább, és akkor majd csak megszabadulsz ettől az állapottól is. Ez egy kezdőnek nagyon nehéz. Tehát Például a koreai zen kjolcsékkan nincs éneklés. Most azt képzeld, hogy itt ne lenne éneklés, hát beleőrülnék pár hét alatt, pillanat alatt. Egyszerűen nem lenne mód a kintről behozott karmád gyors feldolgozására, nem szépen lassan ott érne, erjedne, és a többi, és a többi, mert nem tettél bele mantra energiát. A szerzetesi műfaj az úgy alakul, hogy a legelső három-öt évben rengeteg leborulás és mantra gyakorlat van. Csak az van, nem ülnek ilyen több hónapot. Ezek a novícius évek, ekkor szolgálja meg azt, hogy később bemehet az enterembe. Vannak olyan szerzetesek, akik rögtön zentréninggel kezdenek, de mint novíciusok, akkor is rengeteget dolgoznak. És rengeteget énekelnek a költségeken kívül. Amikor már ilyen napi 8 órányi ülés, ez a minimum, mi a tényleg a minimumot csináljuk, plusz az éneklést, amikor egy ilyen zentermet látsz, akkor ott olyan 8-10 éve szerzetes emberek vannak, akik már a nagy részét leborulták és elénekelték. Még így is látsz olyan embert, aki fölmegy a kicsi budhaterembe, vagy a kicsi bothiszatva terembe. A hegyi istenség termébe, és rengeteget borul le, és rengeteget énekel. Még a meditáció, mert érzi, hogy kell. Úgyhogy nekünk is, amikor a külső bontási határozatokkal már megbirkoztunk, akkor hozunk belső bontási határozatot, és végre lehet hajtani a műveletet a különböző buddha termekben. Bonsd le a falat, mi magad vagy. Az egy sokkal jobb foglalatosság mentális csákánnyal, ugye. Tehát ez azért fontos, mert a módszertan az egy komoly tapasztalatokat felhalmozó tudás. És enélkül a módszertan nélkül ilyen sufni tuning lenne, amely szép és jó, hiszen nagyon komoly elektronikai vállalatokat lehet egy sufni tuningból létrehozni, ugye? De a hagyományt illetően ez egy, nem azt mondom, hogy veszélyes üzem, de egy nagyon nagy felelősséget támasztó mozdulat hogy a saját mentalitásodhoz, saját önképethez, tehát a saját életedhez hogyan nyúlsz hozzá, milyen kézzel, milyen eszközzel. És ezért van a hagyományoknak jelentősége, nem azért, mert 2500 éve valami a múzeumban van. Nem. Hogyha ez nem él, nem működik, nem halmoz fel és ad át tapasztalatot, akkor semmire nem jó. De most, hogyha megnézed, az igazi különbség nem az, hogy milyen országból jött, meg milyen ruhát visel, meg milyen nyelven beszél eredetileg, meg milyen színű a tanító, aki átadja, hanem az, hogy valójában mi van benne. Milyen irány, milyen szándék, milyen módszer, milyen út. Ezen múlik, hogyha ha rálépsz, elkezded használni a módszert, járni az úton, akkor mi történik veled? Nem csak a saját karmát függvénye, az a reakció rá, és utána pedig a módszer, a tudás, ami benne van, az az, ami segít a saját karmád meghaladásában. Jó? Ezért fontos a mantra, meg a leborulás, meg az ülés. És mindenki dönts el, hogy a fizikuma, meg a mentalitása mennyit bír. Túl sok, az se jó. Láttam olyat, aki ezer leborulás után így el akart szállni, hogy Mert nekem olyan tapasztalásom volt! Milyen volt? Kinek? Na, szóval akkor még ezer. Úgyhogy ezért ezé, ezé vigyázzunk. Jó? Annyi lenne még, hogy a különböző mantráknak... tehát hogy van különbség közöttük? Van! De mi? Vannak rövid mantrák, hosszú mantrák, kerek mantrák, szögletes mantrák, édes mantrák, sós mantrák, régi mantrák, még régebbi mantrák. Ugye? Tehát a mantrának ugye van egy alapfunkciója, amely ugye törli a zajt, a saját ugye, felhő alapú szolgáltatásodat innen, és utána a megfelelő jeltartomány, hogy a tudat megfelelő instrukciókat kap, és megy. Tehát érd el a megvilágosodást, szabadíts meg minden lényt a szenvedéstől, főleg amit te mérnél rájuk, ugye ez az első. <gül> <gül> És ezek után uh, ki van bontva egy csomó minden, hogy milyen minőségek, milyen buthák, milyen bóthiszatvák, kik a fontosak ebben az egészben, hogy kikkel megyünk együtt. És van egy csomó olyan mantra, amit különböző tudati funkcióra találtak ki. Például az önvédelem, amikor valaki meg akar bántani, meg akar sérteni, akkor egy önvédelmi mantrát mondasz, és ez már változtat a másik emberrel vagy környezettel való viszonyodon. Van a három legértékesebbet körünkbe hívó mantra, van az oltárt megnyitó mantra, nagyon sokféle ilyen van, de ez mind-mind variáció egy témára, amelyet úgy hívunk, hogy a tudat teremtése. Tehát a tudat teremti ezt az egészet. És a tudat működését hozod különböző formába, és különböző mantrákkal artikulálod, módosítod, és képessé teszed arra, hogy teremtsen. Holnap fogadalom tétel, és ennek apropó oh, <laughs> ennek ennek mi Ennek fog történni. Jelenni, ugye, egy két kérdésem. Igen? Csak ilyen fogalmi tisztázások. Hogy az első fogadalom az, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Ez azt is jelenti, hogy tartózkodom majd a húsfogyasztástól, ami, tehát saját magam miatti húsfogyasztásról, mert hogy ugye már nem lehet azt mondani, hogy azt az állatot, miattam ölték meg, mert amúgy is megölték volna, vagy vagy, ez csak a, vagy, vagy, ez, csak arra vonatkozik, hogy, hogy mondjuk én nem ölök meg állatot mondjuk, nem tudom, horgászás közben. Tudod, hogy a meghatalmazást ezt két tanúval kell aláíratni? Na most pont ezt kéred, hogy alulírod fogadalmi tanító, meghatalmazom fogadalmat tevőt, hogy stb. Hát ilyet nem teszünk. Pedobunk a mély vízbe, és azt mondom, hogy döntsd el te magad. Tehát ott van az elf. Hogyan ülteted át a gyakorlatba? A zen nagyon egyszerű, világos, de nem nullában vagy egyben gondolkodó szellemi út. Ugyanis nem mondja meg neked, nem csavarozza le, nem részletezi, nincsenek ilyen kilométer hosszú magyarázatok hozzá, hanem az van, hogy felvetted a fogadalmakat, Tud, hogy mikor tartod meg őket, mikor szeged meg őket, mikor nyitottak, mikor zártak. Na, ez az emberi. Mert, hogyha ez nem lenne, akkor vagy lefokoznák magunkat teljesen felelősségtudat nélküli lényekké, vagy pedig túlzott felelősségtudatból robotokká. Na, egyik szélsőség sem jó. Mindenki, amikor így a szerzetes életmódról vagy a világiak által fölvehető fogadalmakról beszélünk, mindenki rögtön az, hogy most akkor ölés az, hogy eszem húst, vagy sem, mert az úgyis már ott hever a hentes hentesboltban, vagy az akváriumban, és ha nem miattam szeletelik föl, ha nem miattam ütik kupán, akkor is meghal. Akkor én most öltem, vagy nem öltem. Hát, ha itt teszed fel a kérdést, akkor valami már meghalt, az biztos. A szemlélet, az ott hever a földön és szegényke oxigén hiányban ott szenved. Tehát mi az, ami belőled, mint ember úgy kisugárzik, kijön, amit te kibocsátasz a világra? Milyen gondolatot, milyen érzelmet, milyen beszédet és milyen cselekedetet? Na, ezek sokkal többet ölnek. Megint csak nézzük meg, hogy milyen tudatszintet kell lerombolnunk ahhoz, hogy a saját tudatszintünket megtartsuk, vagy esetleg emeljük? Tehát milyen komplexitású organizmust kell nekünk megölni ahhoz, hogy a testünket tápláljuk. És minél alacsonyabb ez a komplexitás, minél alacsonyabb ez a tudatszint, minél kevesebb kárral, veszteséggel sajátítod el azt a táplálékot, amely kell a testednek, annál kevesebb kárt okozol. Tehát ezért van az, hogy a, a, vörös hús a legnagyobb probléma. Emberileg, állatilag, környezetileg, erőforrásilag, minden szempontból. És persze, hogy nem korrekt több több százmilliónyi szárnyast megenni évente, már látod a csirkefarmokat szembennek, stb. De ha már valakinek erre van szükség, akkor legyen rangsoroljon, állítson fel egy nagyon világos hierarchiát, és ne legfölülről, és nem minden nap hanem tényleg nézze meg, hogy mi az, amire szüksége van, és a el attól, amit csak akar, amit jó lenne, de meg is van nélküle. A legfontosabb az, hogy akármilyen étrendet követünk, ne csináljunk belőle ideológiát, mert az ideológiából idioszinkrázia lesz, a te egyéni kis hepped, és abból pedig egy olyan erős identitás, hogy az páratlan. Tehát az intoleráns vegetáriánusoktól mentsen meg minket az összes butha és bótiszatva, akik le akarják tarolni a húsevőket, kivont karddal, ugye, a nemártás nevében. Találsz ilyet. Még a fogadalmakhoz még hozzáfűzném a nemi vágy, ami még felmerült bennem, hogy bár házasságtörés nemi vágyból fakadóan, de hogy maga nemi vágy is megtöri ezt a dolgot, tehát hogyha mondjuk csak együtt létezik. Ezt hol olvastad, mert ilyen nincs benne? <sírt> hát, hogy, hogy nemi vágyból történő házasságtörés. A vágyból történő Igen, házasságtörés. Bármilyen És csak a házasságtörése vonatkozik, tehát maga a nemi vágy az úgy nem. Mert <sírt> <Ugy sírt> <sírt> akkor Biztos, működik. hogy egy buddhista templomban jöttél, vagy <sírt> valami egyéb helyről hoztál ilyen nagyon-nagyon <sírt> sarkos gondolkodást a nemiségre. Ez tehát nem megyünk le ilyen szintre. Nem. Tehát itt az van, hogy nem csak a házasság, az összes elkötelezett kapcsolat. Az elkötelezett kapcsolat az arra épül, hogy valamilyen szinten én a tiette az enyém. Tehát kialakul a kölcsönösség, a kölcsönös birtoklás, az elköteleződés. Ezzel szembe kell nézni, hogy akármilyen papírmunka van mögötte, vagy annak a hiánya, ez lélektől lélekig, testi, Lelki szellemi szinten elköteleződés egymás iránt kész. És ha ezt te egy oldalúan megtöröd, szenvedést okozol a másiknak, és nem is kicsit. Mert ha nem jön rá, akkor úgyis megérzi. Még még rosszabb. Itt az van, hogy mi az, amit elvállaltál, ki az, akit elvállaltál. Milyen mértékben? és ahhoz légy hűkül, összetöröd a szívét. No. Maradjunk a fogadalmaknál. A hazugság és az igazság ki nem mondása között van-e különbség? Ó, rengeteg. Nem mondom, hogy melyik csatornát nézd ehhez. De a lényeg az, hogy az elhallgatásos hazugság az kb. passzív agresszió. A nyílt hazugság, amikor Tetten érhetően megmásítanak tényeket, az pedig az aktív agresszió. És mind a kettő ugye a tények ö, nem kimondása, illetve elferdítése, és előbb-utóbb mind a kettő kiderül. De mindenki, ha megnézed a felnőtt életében, az elhallgatás és hazugságok garmadáját követi el, csak azért, mert a másikat meg akarja védeni. Nehogy meg megtudjon olyasmit, amitől. Ugye baja lenne, csalódna, bennünk csalódna, ugye? Tehát ilyenek vannak, de az aktív, tudatos hazugságot azt csinálni kell. Az elhallgatás is az annyira ösztönös, hogy nem is veszed észre. Hiszen nem lehet mindig mindent elmondani, ez igaz. De hogy pont azt hagyott ki, na, az már a te dolgod amikor az ember tudatosan ferdít és más valóságképet közöl a másikkal, mint ami tényleg történt, ez sokkal hamarabb tetten érhető és sokkal komolyabb probléma. És ebből is lehet habitus. Tehát vannak notórius hazudozók, akik csak úgy tudnak élni, hogy ilyeneket követnek el a másikkal. Ha megnézed a Kameleon című egyébként kitűnő magyar filmet, ott az egy gyönyörű, gyönyörű példa erre. Okay. És ez azért is probléma, nagyon sok minden miatt, a másik ember miatt, erről most beszéltünk, de a saját belső osztása is az embernek iszonyú kemény. Tehát amikor kialakul az egyes, kettes, hármas verzió, és mindenkinek valami mást mond az illető, és nem tudja, hogy épp akkor miből válasszon, tehát mit hazudott korábban. És ezek úgy össze tudnak keverni, hogy totál személyiség zavar. És ez még a jobbik eset, mert ugye nem viszi el szárazon, és akkor rájön, hogy hát akkor mégiscsak valami változtatni kéne, ugye? Úgyhogy a valóság illúziókkal való terhelése, az önképeim szaporítása, a különböző rétegzettségek, bonyolultságok megsokszorozása, ez mind-mind hazugság, és ez, ez minden csak nem egyszerű, nem tiszta, és ezért hátrány. Tehát ha tényleg valami igazat, lényegeset szeretnénk tapasztalni, akkor a hazugságok elfelé visznek ettől. Ahogy a vágy is, meg a dű is. Picit beszélnél az alkalmazkodásról, tehát a kinti civil életben fölmerül, hogy ember emberhez alkalmazkodik. Azt mondod civil. Most akkor... itt ez mi? Katona? Hát kinti élet, bocsánat. Nekem most, hogy itt vagyok, ezért ez jut eszembe, hogy ott kint van. Hát hogy azt mondta tábor. Most meg komolyan keresem a kis sapkámat, meg a vállapomat. Egy cseppet sem gondolok, még nem gondolok erre, de igen, az alkalmazkodás, hogy tehát egy ember halad az útján, és ugye érintkezik a környezetével, és azért alkalmazkodni kell. Tehát, hogyha én valamit szívemből jónak vélek, de a másiknak fenntartásai vannak, akkor ez hogy egészséges megoldani, hogy ne legyen gond? Úgy egészséges, hogy konkrét vagy. Ja, hogy meg kell beszélni mindent. Emberi módon. Igen. És nem csak a másik féllel, hanem minden kérdésben, minden kijelentésben konkrét vagy. Most az a fajta abstrakció vagy általánosítás, amit hallok, ez egy távolságteremtés. És önvédelem. Önmagában nem rossz és nem jó, csak ha magunk előtt nem tudunk kimondani dolgokat, akkor azt a másikkal szemben sem tudjuk megoldani. Tehát ki kell tudni mondani dolgokat, ki kell tudni jelenteni problémákat, és hogyha alkalmazkodom, mihez és kihez alkalmazkodom, és az alkalmazkodás során mi lesz belőlem. Mert az, hogy hagyod magad újraformálni a körülmények által, ez nem alkalmazkodás, ez gyengeség. Tehát amikor alkalmazkodsz, akkor már látod azt a következő formát vagy irányt, ami felé mész, amivé alakulsz. És ez a helyes alkalmazkodás. És ez nem pusztán önzés vagy önös szempont. Hiszen az a személyiség, akivé válsz az alkalmazkodás által, az is szolgál valakit, valakiket. Tehát kivé leszel az alkalmazkodás által. Tehát ez az életközép válság előtt nem nagyon jelenik meg az embereknek. Nagyon húsba vágó kérdésként, persze vannak kemény válságócok, de amikor az egész recseg, az általában az életközép válság. Hogy abból, hogy jössz ki, abból kivé válsz, onnan, hová mész, és az életed második felét, hogy éled le. Úgyhogy az alkalmazkodás az egy nagyon fontos tulajdonság, csak lássuk az irányát, és lássuk, hogy mivé leszünk a folyamat során. És hogy tényleg azzá szeretnél lenni Tényleg úgy szeretnél leélni. És hogyha ez nemleges, akkor ahhoz a bizonyos referenciaponthoz ne alkalmazkodj, és ne válj olyan személyiségi, akivé nem akarsz lenni. Ha röviden megfogalmazhatom, azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amiben okod van hinni, és legyen bátorságod e kettőt végigvinni. Hogyan oldanád fel azt a mechanizmust, amikor valaki a kudarctól való félelem miatt már eleve elrendeli magában, hogy úgysem fog sikerülni, nem hisz benne? Hogyan lehet elhitetni vele, hogy bármi lehet? Hogyan neki? Ó, én nem oldanám fel viszont olyan helyzetbe hoznám, hogy ne tudja megoldani anélkül, hogy ezt a negatív önképet, vagy pessimizmust, amit említesz, azt ne vegye le. Ez milyen helyzet, szituáció? Kemény helyzet és nehéz szituáció. Az endpraxis tényleg nem karma masszázs. Itt nem, nem, arról van szó, hogy nagy ide csinálunk belőled valami jobbat. Tehát nem erről a történet te saját magad hajtod végre ezt a műveletet. És ahhoz minden eszközt megadunk. Hát óriási az, ami a forma, a kapcsolat, a funkció minden szintjén az engyakorlatnak megmutatkozik, hogy hogyan tudsz dolgozni magadon, és hogyan tudod ezeket a kötképeket felszámolni. És a tanító, ugye, ad neked egy koant. És ebben a helyzetben egészen biztos, hogy az összes ilyen negatív terhet azt le kell tudni vetni, mert nem tudod megoldani. És ezért hoz a tanító helyzetbe, és általában, ha elég tapasztalt, akkor pontosan azt a koant kapod, amikre szükséged van. Ismerős. Vagy ha túl könnyen átmész egyen, kettőn, hármon, akkor ott valamiben megakadsz, amivel pontosan azért van dolgod, mert dolgod van vele. Tehát helyzetbe hoz. És nem enged semmiféle állapotban megülni, és állandóan neki kell menni annak a falnak, hogy nem tudom, de akár tudhatnám is. Megoldhatnám, de most még nem oldottam meg. Tehát folyamatosan helyzetbe hoz, folyamatosan cselekvésre, megnyilvánulásra, sarkal nem kényszerít, te magad jöttél ide. De ha itt vagy, akkor a képzésnek része az, hogy nem tudsz helyzeteket megoldani önbizalomhiányosan, vagy Pesszimistán, vagy ítéletalkotó módon, vagy hogyha mások nálad alacsonyabb, vagy magasabb helyet foglalnak el. Nem mennek a kóanok. És akkor az életben sem mennek a nehéz helyzetek, és állandóan visszatérnek. Állandó probléma. Elköveted újra, aztán tanulsz belőle, aztán megint megpróbálod, aztán megint elköveted újra, aztán megint, ezt addig, amíg meg nem unod. Ez ennyire brutálisan egyszerű. És hogyha korrekt a tanít, akkor nem szed ki belőle, csak láttad. És mindig döntéshelyzet elé állít, és mindig te döntesz. Soha nincs a döntés elvéve tőled. Az, aki nem gyakorol zent például, és te látod, hogy a másik mit csinál, de nem tudod, hogy el neki, hogy segíts, akkor mit teszel? Semmiképpen sem fogom azt mondani, hogy gyakoroljon zent. Hanem megkérdezem, hogy mit szeretne és hogyha zen szeretne gyakorolni, akkor segítek neki. Ha nem szeretne zen gyakorolni, akkor megköszönöm, hogy együtt elfogyaszthattuk a teát, és viszontlátásra. Mindig indítja be ezt a kudarc mechanizmust egyáltalán. További uh, munkát igényel az, hogy nézd meg a múltat, hogy abból mi jött át a jelenbe. Nem kotorászunk az előző életekbe, semmi feleslegeset nem teszünk. Csak ezek a habitusok már alap beállást, alapállást adtak. Ránéz, és az, á, ah, úgyse fog menni. Egyszer az enn mestert megkérdezte egy csoport lelkes szerzetes. Mester, ebből a gyönyörű hegyből ki tudjuk faragni butha urunk ülő szobrát? És azt mondja az enn mester. hát persze, csak csináljátok. Mindenki boldog, leború, kimennek. Utolsó szerzetes kimentében éppen visszaszól. Mester, tényleg meg tudjuk csinálni? Már nem. Jó? Tehát a kételkedés is egy szokás. És ezt a szokást megfelelő intenzitású helyzetben úgy el tudod felejteni, mint a sic. Mert akkor nem tudod megoldani. Hozd magad helyzetbe. Robbanst ki magad a komfortzónából, ami egyébként a börtön maga. A szokások által definiált börtön. Hogy ezért szoktak ilyenkor a gyakorlók útra kelni. Fizikailag is. És mennek, amíg le nem kopik róluk ez a karmikus réteg, amíg az út le nem koptatja ezt. Úgyhogy ezért, jó, és nyugodtan hátra lehet hagyni minden olyan szokást, ami megjelenik, hogy jaj, hát ez mintha én lennék, de akarom, hogy én így ilyen legyek? Jó? A, hát a versengésről szeretnélek kérdezni, hogy az, az egy emberi, talán egy ilyen alap tulajdonság, hogy hogy versengünk és hogy uh, uh, de hogy hogy ennek kapcsán nagyon sok olyan uh, helyzetbe tudunk belefutni, ami ami mondjuk nem illeszkedik az ember, Tehát uh, nem tudom mit, mit mondasz erről. <laughs> <laughs> hogy uh, ez hogy -hát, a versengésnek az ilyen rossz uh, kimenettel vagy rossz aspektusával Hát akkor, hogyha egymás ellen versenyzünk, és nem egymásért versenyzünk, az mindig rossz eredménnyel jár. Tehát látod azt, amikor görcsösen akar nyerni, és megsemmisíteni a másikat, csak hogy ő legyen az első. Hát ez nagyon önző, nagyon énes, és sose jár jó eredménnyel, mert ha nyer az a baj, ha nem nyer az a baj. Tehát amikor egymásért versenyzünk, akkor is jobb akar lenni az egyik a másiknál de például kész megtanítani a forteit, hogy hogyan lehet még jobbnak lenni, mert ő már kitalált egy újat, ugye nincs veszély. Tehát ez azért fontos, hogy egymásért is lehet versenyezni, és tényleg ugye erőfeszítésből, versengésből tud állni az élet, ha azt választod. Viszont az idővel, a természettel, az okozatisággal nem tudsz versenyezni. Csak belé tudsz simulni. Észre tudod őket venni helyesen tudsz viszonyulni hozzájuk. Tehát ahol versenyzünk, nézzük meg, hogy ezt miért csináljuk, és mi az eredménye. És nagyon jó eredmények születnek. Hát nézd meg a versenysportokat, nagyon-nagyon szép eredmények születnek. És én is szeretem néha a sportot nézni, hogy milyen gyorsan úsznak, hány gól dobnak vízilabdában, kajakban, mikor érnek be a 500-as ezresek. Nagyon. Úgyhogy ennek mind-mind helye van. Az a probléma, ha abszolutizáljuk ezt, és például azt mondjuk, hogy mondjuk a gazdaság minden szektorában öldöklő versenyre van szükség. Voltak ilyen szakemberek, akik azt mondták, hogy ez kell, hát nincsenek is már pozícióban. Tehát ez azért fontos, hogy megállapítsuk, hogy ha versenyzünk, hol, melyik életterületen tegyük ezt, és hol mondom azt, hogy itt nincs verseny, itt le vannak osztva a lapok, itt az a hierarchia vagy mechanizmus érvényesül, amit előre eldöntöttünk. Ezt nagyon nagy bölcsességgel és együttérzéssel kell kialakítani, hogy feleslegesen ne legyen rivalizáció, viszont ott, ahol a rivalizációnak, versengésnek helye van, ott meg ne álljon meg az élet. Mert a versenyből óriási fejlődés származik. Az igazi kérdés, hogy mit akarok versennyel fejleszteni, és mit akarok verseny nélkül hagyni, evolválódni, fejlődni egy kicsit lassabban. Úgyhogy az igazi kérdés az, hogy milyen tudattal jössz ki a verseny után. Hogy Nyertem! Hm, vesztettem. Vagy első lettem, második, harmadik, negyedik, és gyert, gyertek ígyunk meg valamit utána. Jó? Nagyon nem mindegy. Úgyhogy milyen leszel a versengés által? Önzőbb, rátartibb, ítéletalkotóbb, vagy kiegyensúlyozottabb, együttérzőbb, önzetlenebb? Ez a kérdés a verseny önmagában nem jó vagy rossz. Engem az érdekel álmom. Én soha sem álmodok, de most, amíg itt vagyok, minden éjszaka álmodok. De most álmodom, és tudom, mit álmodok, és a, a filmet magam állítom, hogy mit álmodok. Érti? Most de jó én. neked, nem unatkozol Jö, éjszaka, hogyan, én csak alszom és reggel fölébredek. Én még sokat álmodok. Tényleg? Én... És fáradt vagyok. Jaj te. De. de ha sokat álmodsz, nagyon elfáradsz. Tehát... Most csak most itt álmodok, otthon álmodok, ha későn észik. Ez a tudat tisztulása éjszaka. Tehát itt nagyon komoly darma energia megy be, meglazítja a karmát, és szépen sütfőz, takarít, szánt, vett, boronál, és az ember álomállapotban is tisztul, amit meditációban nem tudsz kitisztítani magadból, nem tudsz elengedni, azt a tudat álomállapotban kimozogja magából. Ezért kín az alvás megvonás. Tehát ezért kell nagyon vigyázni annak, aki például kevés alvásos praxist végez, hogy pontosan mi történik akkor, amikor az álomállapot spontaneitását meditációba át akarja vinni, és meditatív úton akarja megtisztítani a tudatát a különböző rárakodott szennyeződésektől. Mert valamennyit kell aludni. Na de mennyit? Ha túl sokat alszol, az a baj, túl keveset alszol, az a baj. Túl sokat álmodsz, az a baj, mert beleveszel a sorozatba, ugye? Ha pedig mindig arra tanítod magad, hogy nem álmodom, azért se, akkor meg leblokkolsz valamit, ezt meg lehet csinálni, de sokáig nem, mert a természet ellen úgy se lehet menni, úgyhogy akkor előbb-utóbb elszabadul a szerkesztő, és akkor csinál egy új álmot. Úgyhogy az álmok önmagukban nem rosszak és nem jók, csak több fajtájuk van. Jó? És az álomszakértés nélkül, mert olyanom nincs, a következőt szeretném mondani. Az első, ami mindenkinek van, az a tudatnak ez a spontán tisztulása. Tehát kimozogja magát éjszaka, a nap, a hét, az elmúlt időszak eseményeiből összeállít valamit, amit szépen megnéz, és ezáltal elengedett. Tehát ez az elsődleges tudattisztító álom. A második a kémiai alapú álom, amikor túl sok töltött káposztát tettél és akkor ilyen andalúz bikák kergetnek elképesztő szarvakkal és üvöltéssel, és mint hogyha én kátrányban futnál előttük, és állandóan utolérnek, de valami fél órán keresztül utolérnek, és ez borzasztó. És az ilyesféle álmok, ezek a kémiai alapú álmok, és ez nem csak töltött hanem bizonyos százalékú ugye, italmányoktól és egyebektől elő szoktak fordulni, és amikor az ember ilyet csinál, akkor utána fölébred, és azt mondja, hogy soha többé, soha, na hol van az a pohár? Tehát és akkor ugye kutyaharapást, egy újabb kutyaharapással szoktunk gyógyítani, és a következő álom, hogyha ezen túl vagyunk, az az úgynevezett indikatív vagy jelzésértékű álmok. Na ebből is többféle van, de ezt a három nagyot ezt érdemes megkülönböztetni. És jelzésértékű értékű álmokból vannak olyanok, amikor hirtelen az van, hogy kristálytisztán bejön, hogy mi lesz holnap. Mint hogyha kis határidon naplódat előre olvasnád. Olyan is előfordul, hogy egy találkozó, nem tudod, hogy mikor, de az ember ott, ott van előtted, mond egy mondatot, és három napon belül bejön. Ez elképesztően érdekes, mert ez mutatja a test és a tudat függetlenségét. A test az sajnos csak a lineáris időben van, nem sajnos, Eleinte sajnáljuk, de aztán nagyon örülünk neki, hogy ebből nem lehet több, ugye az idősíkokban csak egy, mekkora meló lenne képző, de háromszor menni WC-re három testet, borzasztó. Tehát, és viszont, viszont a tudat nincs kötve a lineáris időhöz. Amíg a testhez kötött a tudat, addig ott van, amikor alszik, akkor nem mindig. Nem mindig. És akkor előre meg hátra tud menni. És amikor nagyon-nagyon komoly értesülés szedett össze, ezt hívják profétikus álomnak, a legmagasabb szintű értesülés, amely általában egy rendkívül rövid időtartamúnak tűnő klip, felébredsz, és több órányi anyag van benne. És megnézed, és a mélysége olyan, mint le nem lehet írni. Nem is 3D, hanem 4. Tehát elképesztő mélysége tud lenni. Ez ilyen nagyon ritkán van, sorsfordító helyzetekben van, és ekkor ugye a lélek megtudja, hogy valójában mit is kéne csinálni, és mit is kellene elhagyni, mitől tartózkodjunk, és mihez vonzódjunk, és ez ilyen szép, többértelmű, de nagyon világos jeltartományban, történetekkel, szimbolikával elét kerül. És az az érdekes, hogy ez ugye miért más, mint a többi, mert ha ettől eltérsz, az fáj. Tehát azt érzed, hogy ha én ettől eltérek, akkor egy borzalmas rossz dolog történik, és ez belül, belül hiperfinoman el van döntve. És persze lehet ellene menni, és lehet aztán bánkódni, aztán a következő kört elkezdeni, és akkor a következőre meg jobban hallgatni. Nincs ez a semmi baj. Csak az álmok nagyon sokfélék lehetnek, és ami itt ugye történik, az nagy részt az első típusú, tudod szépen kirugózza magát, relaxál egyet, átforgatja a vasvillával a saját kis karmikus komposzt ládáját, és a többi. Úgyhogy nincs ez a semmi gond, csak idejében föl kell kelni, és megszüntetni az álmot, mert akkor, ugye, ahogy mondod, kimerülsz. Ez mind tudat, mozgás, ez mind képzet. És ez energiát fogyaszt. Jó? A szokásokról szeretnélek kérdezni, és pedig azért, mert amikor megszületünk már eleve, meg kell szoknunk lélegezni, és felépítünk bizonyos mintákat, mert kénytelenek vagyunk. Az, amiből aztán lesz tudatos vagy nem tudatos ilyen drive, meg olyan drive, aztán itt megpróbáljuk ezeket a szokásokat levetkőzni, vagy talán átcserélni más szokásokra, mert simán rá lehet kattanni szerintem a meditációt, tehát függővé lehet válni mondjuk a leborulástól szerintem. Hát amíg a porcel nem kopik, aztán nem, igen. És hogy vannak jó szokások és rossz szokások, most annélkül, hogy különösebben egy minősítkezésbe belemenni, hogy üdvös és nem üdvös szokások, hogy szépítgessen. Tehát ezek, vagy mi, a, mi a kivezető út ezekből? Mert tulajdonképpen mi azt érzem, hogy itt kicseréljük ezeket a szokásokat, olyan szokások hogy legalább ismerjük a térképet. Építettünk egy labirintust addig, ide jöttünk, leromboljuk a labirintust, és építünk egy talán újabb labirintust, de legalább a kezünkben van a tervrajz, vagy az Ariadné fonál. Ezt jól gondolom, vagy esetleg kifejtenéd, hogy ha nem, vagy ha igen, akkor mi van? Megint a teljesség tökéletes képzetével küzdök. Miért tegyek hozzá, vagy vegyek el bármit ebből a kérdésből? Ez így jó, ahogy van. Egyetlen egy aprócska kérdésem van ehhez a gyönyörű kérdéshez ezt szokásból tetted föl, vagy csak úgy spontán? Szoktam ilyen kérdéseket feltenni magamnak is. Ezek jó szokások, vagy rosszak? Ezt kérdezem tőled. De hát, amikor vizet iszol, akkor érzed, hogy hideg vagy meleg, nem? Amikor felteszel egy kérdést, azt tudod, hogy milyen irányba mutat. Így van? Azért teszem fel, mert nem. Hát, ha már ilyen okosan fogalmazol, akkor mondanék rá egy pár szót. Eredetileg a szokások nem jók és nem rosszak, csak tudod-e úgy időzíteni őket, hogy a megfelelő helyzetfelismeréssel használd vagy nem? Ha nem, akkor hát ez a posttraumatikus stressz, amitől hát a legtöbb harcteret megjárt katona és katona nő szenved, mert szerencsétlenek nem tudják az egy év, két év, három év katonaság szokásait maguk mögött hagyni oly könnyedén. A Moritz Zsigmond -féle Barbárok című novella, az pont erről szól. Elképesztően kemény. Tehát mivel azonosulsz, milyen szokásokat építettél fel, és azokat hogyan időzíted? Milyen helyzetben nyilvánított ki őket, és milyen helyzetben nem? Úgyhogy, ha valakinek itt az elmúlt 25 évben ilyen zászló lengető szokása volt, az néha nagyon érdekesen, ugye a zászló függvényében megnyilvánul, de hogyha rossz helyen, rossz időben lengette a zászlót, abból biztos baj lett. Jó? Tehát előbb-utóbb ezt, ezt a mozgást, ezt kontrollálni kell, hogy mikor, hol, melyik téren, milyen tömegben, milyen zászlót lengetsz. Tehát önmagában ez a lengető szokás, ez, ez nem rossz, de nem is jó. Mikor, hogyan, miként. És ezért tanítjuk, hogy a tiszta tudat alapján, tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, ennek segítségével helyesen ismered föl, hogy milyen helyzetben, milyen kapcsolatban, mit tegyél. És tudom, hogy te egy sokkal művészibb, karakteresebb, szerkezetileg kidolgozottabb válaszsal lennél boldogabb, amikor beszélek a szokások jóságáról és rosszaságáról, mint a mesebeli Rémusz bácsi a sok-sok tanmesével. De hát ezt nem tehetem, mert akkor leszűkíteném azt a horizontot, amelynek pont a tágításáért vagyunk itt. Egy adott pillanat, jön egy érzelem, és el akarom engedni, mert nem kell nekem. De nem elengedem, hanem elnyomom magamban, és ezt akkor nem veszem észre, hanem majd utólag az okozat folytán tapasztalom meg. És hogy az adott pillanatban hogy tudok különbséget tenni, és a különbséget tettem, hogy most elnyomtam-e vagy elengedtem-e, akkor hogy tudom elnyomás helyett elengedni? Nézd meg, hogy milyen emléket hagy. Tehát, ha egy üres teret hagy maga után, akkor elengedted, ha pedig visszagondolsz rá, és a kazánból kicsap a démon, akkor elfolytottad. De az a tanácsom, hogy ne gondolj rá vissza, ne akard eldönteni előre, hogy elengedted vagy elfolytottad, hanem tapasztald meg, hogy mi az, ami visszajön, és mi az, ami nem. Ha azután gondolsz, ami egyébként nem jönne vissza, már az ellenőrző tudat visszahozza, pedig csak elengedted, de meg akartál róla bizonyosítani, hogy tényleg elengedted. És jól engedted el? És valójában százszerzalékosan elengedted? Na, ez hozza vissza. Oké? Okay. Ha pedig elfolytottad, akkor az szépen lement a tudattalamba, sütött, főzött, takarított, és utána egyszer csak jön valami kívülről, ugye szaknyelven stimulusnak hívják, amiből lesz egy válasz. És ez a válasz mutatja, hogy mi volt mögötte. És ha rengeteg elfolytott érzelem, vagy gondolat, vagy egyéb van, akkor sokkal erősebb a reakció, mint ami egyébként adekvát lenne, megfelelő lenne. Úgyhogy ebből lehet tudni, hogy az adott érzékterület, érzelem, gondolat az el volt folytva, mert sokkal nagyobb a reakció az adott ingerre, mint ami megfelelő, vagy éppen szükséges lenne. Hirtelen akkor az elfolytott szokás, az ólálkodó archetípus átvette fölötted az irányítást. Jó? Tehát ebből lehet tapasztalni azt, hogy hogyan kezelted, és minél inkább reakciótlanul viszonyulsz az adott érzelemhez, annál biztosabb, hogy nem folytod el. Ha ítéletet alkotsz az adott tudattartalom fölött, biztos, hogy elfolytod. Akár pozitív tartalom, majd majd legközelebb én is ugyanígy, ugye? Vagy ilyet, soha többet, mert olyan rossz volt, és ilyen, de tatata, -ta 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 -ta. Tehát akár negatív, akár pozitív megítélés van, fogod, és egy örvényt hozol létre, és ez szépen viszi lefelé. És amikor pedig ott szépen meghízott, megizmosodott, akkor megelőjön a tudattalamból a megfelelő inger hatására. Na, akkor van meglepetés. Tehát, az elengedés kulcsa a tiszta, tükörszerű, nem dualisztikus tudat. A módszere az, hogy nincs reakció, nincs ítéletalkotás, nincs dualisztikus viszony, és ekkor el tudod engedni, mert semmiféle poláris reakciód nincs, nem pörgeted be, nem hozol létre újabb ciklust. Ezért mondta a nagymest, hogy menj egyenesen. És ha egyenesen mész, akkor nem körbe-körbe mész. Jó? Említetted a nem dualisztikus tudatot. Hogy a nem dualisztikus tudat. E, szóval mostanában sokat foglalkoztat ez az egész. Tehát, hogy ülök és meditálok, és, és nézem a falat, e, és hogy szóval van-e valami, ami nem tudat. Tehát minden a tudat, nem. Tehát a fal is a tudat, én is a tudat vagyok, a padló is a tudat. És a levegő is a tudat. Tehát ez egy tévedés. Tehát valójában ez egy, ez egy, ez egy, ez egy rossz, rossz emlékezés, nem? Tehát van egy rossz emlékképem ezek szerint. A falra emlékszel? Most éppen neki dőlsz. A tudatra emlékszel? Az most éppen hallja, amit mondok. Tehát, ha azt mondod, hogy minden a tudat, akkor harmincat kapsz. Ha azt mondod, hogy semmi sem a tudat, akkor is 30 -at. Ha azt mondod, hogy minden a tudat és nem tudat egyszerre, akkor 60 -at. Ha pedig sem tudat, sem nem tudat, akkor is 60 -at. És akkor a boldog. Ugyanis a e, Buddha után a 14. pátriárka, ő nem csak egy nagyon komoly eléréssel rendelkező, fullra megvilágosodott ember volt, hanem még filozófus és mágus egyszerre. Úgy hívták, hogy Nágárgyuna. Na az ő filozófiája az még mindig úgy viszonyul az összes többi ember által létrehozott gondolati struktúrához, mint összkerék meghajtása a biciklihez. Tehát nagyon-nagyon első és alapvető, például a a filozófiában az, amit Nagarjuna leírt, megélt, és így továbbadott. És ez a négyféle tagadás, amit most elmondtam, hogy azonos vagy különböző. Ha azt mondod azonos hiba, különböző hiba. Sem azonos, sem különböző hiba, azonos és különböző egyszerre, az is hiba. Na ez a tudat teremtménye, mint illúzió. És ekkor válik alapossá az a koncepció, amit úgy hívunk, hogy ilyenség. Hogy a világ az éppen ilyen. Az ég csak kék, a padló csak barna. Nem azonosak, nem különböznek, sem nem azonos és különböző, sem sem azonos, sem különböző. Ezek mind-mind az ember által létrehozott dualisztikus kategóriák. Amikor ezektől tartózkodsz, akkor a múlt, a jelen, a jövő megszűnik determinálni az embert. Látod őket, de nem determinálnak. Az általad létrehozott minőségek jó, rossz, helyes, helytelen, ezek sem determinálnak, mert úgy látod a világot és magadat, ahogy vagyunk nem úgy, ahogy szeretnénk, vagy nem szeretnénk, hanem ahogy valójában vagyunk. És ez az egyszerű és tiszta tudata zen útja és módszere egyszerre. Nekem a bevezetőben Dokaszony Máltal említett teljesítmény hatékonysághoz kell egy kis segítség, mert valahogy fölpiszkálta bennem a régi fizikai képleteket és mindenféle hatékonyság számítás most elindult, eszembe jutott, hogy így tekintsek az elvonulásra. Hát nekem se hallod. Tehát a befektetett munka és az hasznos munka ilyen szempontból még számomra értelmezhetetlen. Nekem is. Tehát én szerényen azt javaslom, hogy vissza a feladónak, majd Dokhez Szönyimmal a kísérleté, mert megbeszélet, hogy az a tétákat és a különböző egyéb ilyen görög betűket ő milyen szellemben alkalmazza és én további jó kívánok a matematikai desszerthez. Én ehhez teljesen analfabéta vagyok, négy alapművelet, százalék gyök, kész. Én ennyi, ennél, megálltam, és, és nem tudok hozzászólni. Úgyhogy örülök, hogyha hatékonyság mutatok benned ott percegnek, de nem én leszek az, aki ez ügyben segít. Innen most tényleg a széléről azt mondanám, hogy ha méred, hiba, ha nem méred, az is hiba. Úgyhogy köszönöm szépen. Esetleg más kérdés még? Bárkita? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a Satori az pontosan micsoda. Mit látsz? Mit hallasz? Mit csinálsz? A Satori az nem némaság. Ja, nem kérdés volt? Hát nem. A, a, a tied az volt? Éj, csak ennyi. Ennyi, nem Ragaszkodsz az egyhez, nem érted a kettőt? Nehogy már belebetegedjünk a saját zen Jó? Tehát tér vissza a lényeghez, lásd az igazságot, és működj helyesen. Oké? Okay? Szeretném megköszönni mindenkinek a ma estére tanúsított gyönyörűséges figyelmét, azzal, hogy most ezt a daromveszédet együtt így létrehoztuk, és arra szeretnék lelkesíteni mindenkit, hogy a hátralévő nem teljes egy napot nagyon erősen használja ki ahhoz, hogy továbbra is együtt gyakoroljunk, és továbbra is ezt a gyönyörű közösségi szellemet vihessük.